Újabb magyar sikerek most épp a kézműves sörök területén. Így mi sem tehetünk mást, mint hogy elmerülünk a főzdék világában. Gyakorlatilag a komló az a sör fűszere. Tehát ugye szokták kérdezni, hogy komlóból készül a sör, nem komlóval készül a sör. Tehát alapvetően egy a testet, az a maláta adja meg. A söripar általában elsősorban árpát használ, de ugye ezen kívül mindenféle más gabonákat is, búza, rozs, zab, sőt most már ugye így a gluténérzékeny világban is, meg a középkorban is használtak mindenféle más növényeket is, mint hajdina, köles és egyébek. Től lesz egy sör barna, világos, vagy épp a kettő közti? Alapvetően a maláták befolyásolják, és elsősorban a maláták kezelése. Ezeknek a különféle keverése, arányainak megváltoztatása eredményez más-más színű söröket. Többféle sört készítenek a nagyüzemek is, kisüzemek is, házifőzők is. Nyilván mindenki hallott már a láger sörökről, meg az él sörökről. Ezek alapvetően az erjesztésük tekintetében különbözőek. Ha magyarra fordítjuk ezeket a kifejezéseket, akkor úgynevezett alsó erjesztésű vagy felső erjesztésű sörökről beszélünk. 2010-től elindult a kézműves sörök forradalma, így azóta a receptúráknak már csak a képzelet szabhat határt. Egyre különlegesebb sörök léteznek. Nálatok mi volt a legkülönlegesebb recept, amit valaha elkészítettetek? Több ilyen recept is volt, bár alapvetően egy konzervatív sörfőzde vagyunk, tehát tulajdonképpen ilyen nagyon durvaságokat nem csinálunk. De volt már olyan karácsonyi sörünk, ahol borsmenta és csokoládé, volt olyan, amiben fenyő, tüske konkrétan, de volt, amit nem vízben tártunk föl, hanem 6 kiló szálas örvételjában. Én most akkor vállalkozom egy vaktesztre, megpróbálom megtippelni, hogy melyik sör milyen ízű. Szerintem kezdem a kicsit egyértelművel, ez biztosan valamilyen gyümölcsös lesz. Igen. Megkóstolom a másik gyümölcsös, ebben nem tudom eldönteni, hogy ez most melyik, amire tippelnék, mert azt mondanám, hogy málna. Igen, és az jó meg tip. A megy. Igen. Mert azért a megy elég egyértelmű. Igen. Erre is igaz, mint a borászoknál, hogy valódi szőlőből is lehet bort készíteni, tehát valódi gyümölcsből is lehet sört főzni. Ennek ilyen füstös íze van, csokis, kicsit. Ez mind a kettő helyes eddig. Akkor eltaláltam. Ez nekem inkább a hagyományos sörízre hasonlít, leginkább nyilván ezek közül. Az enyémnél szerencsére sokkal szakmaibb véleményeket is kapott már Béláék söre, legutóbb egy nemzetközi, prágai versenyen, ahol az élmezőnyben végeztek. Ez az eddigi legnagyobb elismerés, amit magyar főzde ezen a világhírű megmérettetésen elért. Egy nagyon erős mezőny, 200 pár sör indult, belgák, németek, csehek, tehát csak úgy, hogy három nagy sör nemzetet mondjuk, de természetesen a franciák, a spanyolokig, a finnektől, a észtekig sok mindenki ott volt, többek közt magyar sörfőzdék is, többen is. Ketten nyertünk eredményeket, bronzérmet nyert egy másik magyarországi sörfőzde, és mi nyertünk egy aranyat és ezüstöt. Hasonlóan a borhoz, meg a pálinkához egyre magasabb színvonalon működik ez a dolog, úgyhogy meg tudjuk ismertetni a hazai sörfogyasztókkal azt, hogy van rendes sör is.